Ígéretemnek megfelelően nem adjuk fel az Osan körforgalom bővítésének ügyét, mert ez a beruházás egyrészt nem tűr halasztást, másrészt a bekerülési összeghez képest óriási regionális jelentőségű fejlesztésről van szó, írja közösségi oldalán Cserpalkovics András. Székesfehérvár polgármestere szerint széleskörű regionális támogatásra van szükség ahhoz, hogy sikerrel járjon ez a törekvés, tekintettel arra, hogy a csomópont országos jelentőségű főutak meccéspontja, erősen érintett az M7-es autópálya, emellett kiszolgálja a teljes térség személy, áru és turisztikai forgalmát is. Emiatt a polgármester levélben kérte Lázár János és Navracsics Tibor miniszterek, Vitézi Dávid közlekedésért felelős államtitkár, a régiók fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Cunyiné dr. Bertalan Judit, valamint minden érintett országgyűlési képviselő és polgármester támogatását. Cserpalkovics András hozzáteszi, az Osan körforgalom minden terve rendelkezésre áll. Pozitív kormánydöntés esetén azonnal indulhat a közbeszerzés, majd a kivitelezés. Mint írja, a csomópont átépítése nagyságrendileg 3 milliárd forint. Ha az önkormányzat tudná finanszírozni, akkor késlekedés nélkül megtenni, de ez jelenleg túlmutat az anyagi lehetőségeken. A polgármester bizakodó, hiszen a kormány eddig teljes mellszélességgel támogatta a projektet, finanszírozta az előkészítés, tervezést, nem csekély költségeit.